Andi, azt már megszokhattuk, hogy amikor a Strázsán boros rendezvények vannak, nagyon nagy a tömeg. Örvendetes azt látni, hogy most egy sportverseny is ennyire meg tudja mozgatni a közönséget. Honnan jött az ötlet, hogy sport, hogy futóversenyt szervezzetek? Igazából ez már több éve érlelődik, ez a gondolat alpolgármester úr javaslatára, és azt mondjuk, hogy akkor fogunk neki, ha úgy gondoljuk, hogy úgy tudjuk megszervezni, hogy valóban már a profikhoz kezdünk hasonlítani így elsőre is, hiszen mondjuk, hogy ha azt szoktuk mondani, hogy vagy csinálunk valamit, vagy nem csinálunk, de ha csináljuk, akkor pedig csináljuk jól. És hát azt hiszem, hogy bízunk benne, hogy a végén is boldogok leszünk, de most az elején, amikor látjuk, hogy ennyi versenyző van, nagyon sok nevező van, ez azért visszaigazolás arra, hogy valóban egy olyan rendezvényt sikerült szervezni, ami nagyon sok embert vonz. Nagyon más ez, mint kulturális eseményeknek a szervezése. Mi mindent kellett egybehozni ahhoz, hogy ez a mai nap így most itt elkezdődhessen? Igen, amikor elkezdtük, akkor mi is azért mondtuk, hogy hát azért valóban ez teljesen más, mint egy kulturális rendezvény, és nyilván nagyon sok tanácsot kértünk azoktól, akik már csináltak ilyet, a Monori Erdei Szabadidősport Egyesület nagyon sok segítséget adott, a Monori Sport Egyesülettel konzultáltunk, a József Attila Gimnáziummal, hiszen ők is szerveztek iskolai futóversenyeket is, nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, hogy ezt hogy is kell jól megcsinálni. Hát bízunk benne, hogy sikerült minden tanácsot megfogadnunk, és valóban egy nagyon jó verseny lesz itt ma. Mutasd be kérlek, milyen távokon lehet indulni a versenyzők oldaláról, mi az, amire figyelni kell, kinek milyen távot tudtok javasolni? 2-5 és 10 kilométer a versenytáv. A 2 kilométer az igazából inkább a diákoknak szól, általános és középiskolásoknak, de Pali bácsi is 2 kilométeren indul, hiszen utána pedig családi programokkal, játékokkal, mert egyik pincében várja az érdeklődőket. Az 5 és 10 kilométer azt hiszem azért az a gyakorlottabbaknak való, hiszen azt azért nem szabad úgy nekifogni, hogy én nekifogok és elindulok és lefutom akár az 5, akár a 10 kilométert, úgyhogy mondjuk előtte soha nem futottam, vagy nagyon régen futottam előtte. Úgyhogy azt tanácsolnánk, és tanácsoltuk is mindenkinek, ez a versenyszabályzatban is benne van, hogy mindenki a saját egészségi állapot, a felkészültsége alapján jelentkezzen a távokra, hiszen azért, ha csak végig sétáljuk ezt a távot, akkor is látjuk, hogy ez azért egy komoly táv, az 5 és a 10 kilométer is, úgyhogy előre is gratulálunk mindenkinek, aki ezt teljesíteni fogja. Nagyon sokszor végig jártuk mind a két távot, úgyhogy nagyon kemény táv. Az útvonalban is vannak emelkedők, nyilván trailfutó verseny, nem aszfalton futnak a versenyzők, úgyhogy különbözőek a talajviszonyok is, de gyönyörű a táj, ma nagyon szép az idő, virágoznak a fák, tegnap ahogy tábláztunk, ott szaladgáltak az őzikék, a nyuszik, tehát azt hiszem, hogy olyan gyönyörű tájon futnak a versenyzők, hogy ez mindez kárpótolja a fáradtságérőket. Most mögöttünk éppen a bemelegítés zajlik, mennyire fontos ez a versenyzőknek? Az nagyon fontos, tehát anélkül nem szabad elindulni, ezért is szervezünk egy közös bemelegítést, hiszen azért vannak diákok is, akik gondolom, hogy ők simán elindulnának bemelegítés nélkül, de nem szabad, hiszen azért az izmokra, ízületekre, a trail verseny miatt különösen megterhelő ez a pálya, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos az, amit most Xi csinál a színpadon. Hány versenyző, hány nevezés érkezett? Több mint 400-an jelentkeztek a versenyre, amire kizárólag előnevezés volt, tehát online lehetett regisztrálni a versenyre. Itt helyszíni nevezésre nincsen lehetőség, hiszen minden versenyző csippel ellátott, névre szóló versenyszámot... Számot kap, igen, de azzal indul a versenyen, úgyhogy ezt ugye előre el kell készíteni. A monori versenyzők mindenki kapott versenypólót, akik nem monoriak, ők pedig vásárolhattak versenypólót, úgyhogy ezt látjuk, hogy ezt nagyon sokan nagyon szívesen viselik, úgyhogy ebben fogják futni a távot. Hány díjat fogtok ma kiosztani a mai napon, és mi lesz az? A minden nevező, aki végigfutja a távot, az kap befutóérmet és befutócsomagot, tehát 2-5 és 10 kilométeren is mind a 400 versenyző kap ajándékot. Ezen kívül természetesen az első, második, harmadik helyezettet díjazzuk. Mindenki aranyezüst bronzérmet kap, értelemszerűen első, második, harmadik helyezettek, illetve a támogatóink és Monováros önkormányzata jó voltából pedig ajándékcsomagokat. Még egy kérdés van a tarsolyomban, ami engem személy szerint érdekel, és egy kicsikét más jellegű. Amikor láttam ennek a versenynek a hirdetését, nekem nagyon megtetszett az a szlogen, ne légy hordó.
ne légy hordófus velünk. Kinek jutott ez eszébe? Szerintem zseniális. Rövid, egyszerű, de mégis sok üzenet van benne. Ugye, amikor egy ilyen versenyre készülünk, nagyon sok ilyen ötletelős összejövetel van, és akkor így jönnek a különböző ötletek, és akkor ez így összeállt a végére. Volt, aki azt mondta, hogy talán ez sértő, de én úgy gondolom, hogy ezzel senkit sem akarunk megbántani, hiszen el kell ismerni, hogy a túlsúlyosok is nagyon szépek, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, de ha elmegyünk orvoshoz, és mit mond elsőnek, fogyjál le 10 kilót, tehát bármikor. Tehát arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy egy kicsit többet mozogjonak, többet fussanak, nem kell azonnal az 5 és 10 kilométeren is, de hogyha most látják esetleg majd, hogy milyen szép pályán futnak a gyerekek, idáig feljöhetnek az Orbán térig bármikor autóval, hétköznap, hétvégén, bármikor leparkol, és ha csak a 2 kilométert, ha csak végig sétálja, vagy végig futja, akkor már ott van azon a célen, hogy ne légy hordó, és jövőre talán már fut is velünk.
Még az eredmény hirdetés előtt vagyunk, de már a futóverseny után. Egy rövid értékelést kérnék szépen. Milyen távon indultak, milyen eredményt értek el? Én az 5 kilométeres távon indultam, harmadik lettem, hogyha minden igaz, de majd az eredmény hirdetésnél kiderül. Én a 10-en mentem, és összességében a 7. helyen, és ha minden igaz, akkor a korcsoportban az első helyezés. Ó, gratulálok, ezért ezek szép eredmények, bár itt a konferencié részéről elhangzott, hogy engedjük győzni a városvezetést, na de hát sportszerű nyilvánvalóan az egész verseny. Hogyan tudnak értékelni az útvonalat, milyen volt az útvonal, ilyenre számítottak-e? A Laciék találták ki ugye az útvonalat, és én azt gondolom, hogy megmutatja egyébként a Sázsahegyünknek a legszebb részeit. Nekünk az volt a célunk ezzel a versennyel, hogy egy kicsit nem csak a monoriak felé nyissunk a Sázsahegyel, hanem a környékbelieknek, esetleg a ország más tájáról ide érkezőknek. És alapvetőleg a sportértéke mellett van egy ilyen kulturális értéke, szeretnénk a monori borkultúrát erősíteni a térségben, illetve népszerűsíteni a pincefalut. Igen, már itt Hanzelik Andreával beszélgettünk erről a témáról, hogyha eddig azt mondtuk, hogy Strázsahegy, akkor mindenkinek a bor jutott eszébe. Most lehet, hogy fordulni fog ez a dolog, és most már a sportolási lehetőség is eszükbe fog jutni az embereknek? Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy így van. Ami számomra egy nagyon nagy öröm, hogy így, ahogy közeledtünk a futóverseny idejéhez, így én egyre több és több embert láttam a Mondor utcáin futni és készülni erre a versenyre. Ami egyébként még egy kicsit visszakötve a terepre, az előző kérdésre, ez egy nehéz terep, tehát sokkal jobban megdolgoztatja az embert, mint egy aszfaltos pálya, és ez, hogy hagyjuk be a városvezetést nyerni, a mi kategóriánkban ilyen 40-42 percek voltak a 10 kilométeren, az már egy normál országos futóverseny is szörnyen fáraszt, úgyhogy nagyon fájnak a lábaim. Úgy tudom, hogy elég régóta készül ez a gondolat, vagy elég régóta fölvetette ezt a gondolatot, hogy kellene egy futóversenyt ide a Strázsára. Mikor jött az első gondolat, az első ötlet? Ez a tavalyi év közepén érkezett meg ez a gondolat. Valahol egyébként a borvidékek hétvégéje után ültünk le, és én nagyon sokat járok futóversenyekre, hogy próbáljuk meg ezt, és hát egy komoly egyéves szervezési időszakon vagyunk túl. Én ahogy végignéztem itt a versenyzők összetételét, az egészen pici gyermekektől az idősebb korosztály is képviseltette magát. Hogyan tudták azt elérni, hogy gyakorlatilag mindenkit be tudtak vonzani? Ez volt a cél, hogy mindenkit be tudjunk ebbe a versenybe vonni, minden korosztályt, és nyilván mindenféle eszközt megragadtunk ahhoz, hogy ezt népszerűsíteni tudjuk. Tehát mind a írott sajtót, mind a közösségi médiát, mind pedig a tévét is használtuk arra gyakorlatilag, hogy népszerűsítve legyen, de hát nyilván ez az első alkalom volt, és majd a következő alkalomra meg már magas a rendezvény el fogja adni saját magát, és azt gondolom, hogy most volt az alapkőletétel, és a következő évben meg lehet célozni egy még nagyobb célt, még magasabb célt, lehet még több indulóra gondolni, esetleg még jobban kiterjeszteni ennek a versenynek a területét és a lehetőségeit is. Igen, itt a jövőről akkor még néhány gondolatot szeretnék. Esetleg holnap elkezdik-e már szervezni a jövő évi Strázsahegyi futóversenyt? Biztos, hogy ezt meg fogjuk tenni. Már csak azzal, hogy összeírjuk, hogy mik azok a gondolatok, amiket még a mostaniból is elvihetünk és tudjuk fejleszteni az eseményt. Az biztos, hogy egy következő évben már szeretnénk 21 kilométeres távot találni vagy szervezni, és ebben a 21 kilométeres távban nagyon-nagyon szép környezeti értékek kerülhetnek bele, akár a Tetei völgy, vagy akár a Péteri Pincefalu. Közben itt félfüllel hallottam, hogy már nagyon várják önöket a díjkiosztóra. Engedem is. Köszönjük szépen, viszontlátásra. És akkor jönnek a helyezettek. 2 kilométer, 13 éves korig. És első helyezett... Így van, igen. Kukár Anna Csenge. Na, még egyszer. Ja, itt van, Fulgár. Hát ő jó futó. Állj fel a középre. Úgy.
két kilométer, 13 éves korig fiú. Első lett Fürvint Áron. Nagy tapsot kérünk, 14-15 év közötti férfiakat, és első, Csermely Vilmos! Két kilométer, 16-18 év közötti nők, és első lett Phoenix Victoria! Na jöjjenek az egyéni eredmény között a 18 év, 16-18 közötti férfiak, és az első, Almási Ádám! Jön az 5 kilométer, 17 éves korig női kategória. Első lett Kis Bartos Júlia! Itt van, itt van. Megjött. Tizenhét éves korig férfi kategória következik. Első most Gádi Adorján lett. Adorján szintén kap a Monore erdői futóversenyre egy ajándékindulási jogot. Következik az 5 kilométerben a 18-34 év közötti hölgyek, és akkor első lett. Uno Tkon Auringio. Oh, jó, oké? Gratulálunk! Azt mondták, tökéletes volt a kiejtésem. Már is megyünk tovább, ugyanez a kategória férfi, 18-34 év közötti férfi. És első lett Bormás Balázs! 20 perccel! 20 perc, 24 másodperc, 5 kilométer. Fotó. Érem, ajándék, fotó. Következik a 35 és 44 év közötti hölgyek, és első, Smutko Anett. Gratulálunk! És jöjjön az 5 kilométer következő része, 35-44 év közötti férfi kategória, harmadik helyezett Darázsi Kálmán! Add neki oda, add neki oda! És első lett Takás Dániel! 23 perccel! Gratulálunk neki! Nekem ez az utolsó év a korosztályban.
Első. Fotó. Na és akkor már is megyünk a 45-54 év közötti hölgy kategória. És első lett Bölcs Anikó Rita. Köszönjük. Négy közötti férfiak, és első Baumgartner Tamás. 21 perccel. Következik az 5 kilométeren a záró kategória. 55 és fölötti hölgyek jönnek először, és első lett Holló Tiborné Éva. Gratulálunk! Köszönjük szépen, és jöjjenek a férfiak! 55 év fölött, és első Lipai Zoltán! Gratulálunk! A 10 kilométer a 17 éves korig hölgy kategóriában. Elsőre Bölcsök Csenge Anna. Csak első. Gratulálunk. És akkor a Molnaerdői Szabadidő Sportegyesület szintén egy kvótát adott, hogy lehet jelentkezni. Kell jelentkezni, és nem kell fizetned a nevezésért. 10 kilométer, 17 éves korig férfi, és első Ugri Zalán! Kilométer, 18 és 34 év közötti férfi, és az első Bajom Bian Bajori Sukhat. Hát tudod. Fotó. Következő kategória 10 kilométer, hölgyek 35-44 között, és első Bartos Melinda. Jön a 35-44 év közötti férfi, és első Buzek Kis András. Következő kategóriánk
45-54 év közötti férfiak, és első holt verseny mellett Mikos Máté és Juhász László! Fotóra kérem álljunk össze. A buszt alatt vigyázzatok. Köszönjük szépen. Következik a felnőtt női korcsoport. És első Csomor Tamara. Jön a felnőtt férfi kategória, és első Kassa Tibor! Gratulálok! Fotó, majd a kérem után, meg az ajándék után figyelnek!